Játszanak a zöldek. Eto, Ferencváros. Az újonce felsőházban egyik, de legutóbb kikapott a Femina otthonában, a Ferencváros pedig hát egyértelmű bajnoki címvédőként a szakadó elsőben is ehhez méltóan akart szerepelni. Ezúttal sötét szerelésben a fővárosi csapat. Balról középre sikerül tolni a labdát, Szabó Dorka, és egy nagyon nagyot védett Mészár Krisztina. Ez volt a hetedik percben. Két perccel később Addó Mozsócinak ki jobbra, ügyessel jobban, nagy lövés ballal, ezt is fogja Mészár, bár kijön a kezéről, azért csak nála köt ki és horgonyoz le a labda. 13. perc, a Győr sem adta föl, német Lorettától indul az akció, öreg majd Süle, rávezetheti német Júliára, meg is teszi, de ellövi a kapu mellett, igyekezett még utolérni német Loretta, de ez volt a maximum, hogy az oldalhálóba kotorta. Lelkes, nem nagy számú, de lelkes szurkoló csapat. Egy szabadrugás, érintés nélkül látszólag bemegy, de hát ott le sem volt minimum egy ferencvárosi játékos, az ész Lidnis, ezt jelzi az asszisztens. Aztán egy lövés fordulásból nem volt igazán erős, fogta Mészár a 22. percben. Addó forgolódik 4 perccel később, a védőn túljut, de nem kerül közelebb a kapuhoz. Szabó Dorka. És nem gól, ez a háló. Nem a kapun, hanem a labda fogóháló volt. Ogyi fordul le emberéről, aztán fölgyorsít, elfut a másik védő mellett, aki aztán utoléri, Sister. Becsúszva nagyot mentett az afrikai légiós. 39. perc és nincs még gól. Egészen eddig a szöglet után megszerzi a vezetést a Ferencvárosnak Csigi Eszter. Nem nagyon találkozhattunk a nevével eddig a Ferencvárosban, most több fiatal is bizalmat kapott Dörnyei Balástól, és itt van Csigi rászolgált. Ezzel a góllal lefejeli, így az átpattan a kapus fölött, még talán a keresztlécet is érte. Nagy évű zágor szöglet. Mégsem volt ideje a győri védősornak, hogy oda helyezkedjen. Egy labdaszerzés, itt elaludt a ferencvárosi játékos, német Loretta, de jön német Júlia, és fölszedi a Fradi németje a győri elől. 3 perccel később megint egy kiugratás, és megint német Júliának kell kijönnie a kapuból, és söprögetni. Ez ugye már a második fél idő, a szöglet után Bulatov is robban be, de a kapu nem volt veszélyben. 52. perc, bátor győri akció, német Loretta, és itt a gól. Végrenáta, nagyon elcsúszott itt a ferencvárosiak védekezése. Teljesen üresen víg, és őt megtalálta labdával német. És egyből igazgatás nélkül bebelsőzte német Júlia kapujába. 1-1. Egyedül a Kóka ellen veszített pontokat a Ferencváros, és most megint így néz ki a helyzet. Nagyon nagyot védett Mészár ennél a lövésnél, Bulatov is kísérletezett. Aztán Addó, Zágor és Sister mentett, nem először a meccsen. 60. perc. Bulatov is majd Zágor, aztán egy lövés. Hát idáig hibátlan volt Mészár teljesítménye, idáig. A szavak helyett látjuk a lassítást. A gól Zágori, ismét előnyben a Ferencváros. A Viktor jelen legutóbb triplázott Zágor Bernadett. 66. perc, Addó, majd Ogyi, egy csel, tisztára játssza magát és eltekeri a kapufa mellé. 1-3, ez a 21. gólja. Nem akarom bántani, de a szezon elején 2-3 góli meg sem állt egy meccsen, az utóbbi időben 1-1-ezik. Eső előtt behúzódtak a nézők a fedett lelátó alá. És azt látták a 70. percben, hogy megint a Ferencváros rohan át a győri védelmen. És Krasenis Petra is gólt szerez. 1-4, ő egyébként ikertestvére Csilla helyett lépett pályára a második félidőben. Az 56. percben egész pontosan, és ez az 5. gólja. Hát most már eldőlt a mérkőzés mindenképpen, de a Győr bátran kísérletezik. Német Loretta,
de közben visszazárnak a fekete mezesek. Mégis lehet lőni, belekapnék német Júlia. A 70. percben Addo néz föl, ügyesen tálal Bulatovics elé. Hiába pupozza ki a labdahálót, lesül. Született a gól, ez így érvénytelen. 87. perc a les után, ezt innen egyértelműen nem tudjuk, nem volt vonalban a kameránk, de az asszisztens igen, és ez a fontos. Egy távoli szabadrúgás, jó 35-ről találja a kapufázágot Bernadett. Sokan már az órájukat nézték, Krasen is Petra nem. Újabb gól szerez csereként, és kialakítja az 5-1-es végeredményt. Ennyire nyert a Fradi. Győrött, és ezzel a győzelemmel hangolt az örök rangadóra. Hiszen a hétvégén, ne felejtsük, a téli elsőségről döntő MTK Ferencváros következik. Úgy álltunk neki, hogy úgy kell játszanunk a Fradi ellen, mint MTK ellen, szóval nagyon oda kell tennünk magunkat. Úgy gondolom, ez sikerült is azért. Nagyon jó érzés volt, főleg, hogy ugye én szereztem meg a vezető gólt, de úgy érzem, hogy utána kicsit, hát, belaludtunk a meccsbe. Ha egy kis szerencsénk van, akkor 0-0-nál is és 1-1-nél is szerezhetünk volna gólt. Sajnos Üled óra mind a kettőt elkapkodta. De azt mondom, hogy az egész csapat előtt le a kalappal, hiszen mindenki oda tette magát, próbáltunk játszani, ennyivel jobb a Ferencváros. Én örülök ennek, hogy ezt így sikerült ez a mérkőzés. Általában elég defenzíven játszanak ellenünk az ellenfelek, nem nagyon vállalják fel a nyílt futballt, ezzel mindig küzdenünk kell, úgyhogy ma is ez történt. Mondom, a probléma az volt, hogy olyan pályán játszottunk, ahol nem lehet gyorsan futballozni. A miénk az egy elég passzolós csapat. És ezen a mérkőzésen azért nagyon sokat segített a Győrnek, úgy gondolom, amellett, hogy tényleg szívüket, lelküket kitették a pályán, de rettentő sokat segített nekik egyrészt a pálya, másrészt meg az egyéb körülmények.